Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás december 2-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt, mik az ő tervei. Ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Itt ezen a kártyán látható a szerencse, mert ez a négy levelű lóher szerencsét hoz. Az lehet, hogy ő most boldog, vagy vannak jó gondolatai, ötletei, és bízik abban, hogy minden jóra fordul és szerencséje lesz. A második kérdés az lenne, milyenek az érzelmei? Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ezen a képen a lilium látható, és az szimbolizálja a tisztaságot. Szépek az érzelmei. Az is lehet, hogy ő valamit szeretne tisztázni veletek. A liliumnak van még egy jelentése, mégpedig utal a testi kapcsolatra, és ő úgy érzi, ennek itt lenne az ideje. A harmadik kérdés az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ennek a toronynak itt több jelentése van. Mutatja az ő nagyságát, vagy bókol nektek, és ti nagynak, erősnek érzitek magatokat. Ez a torony lehet egy város is, az előfordulhat, hogy itt lesz egy meghívás, vagy egy kiruccanás. A torony jelent hivatalos dolgokat, vagy bírósági ügyet is. Az lehet, hogy ő erről beszámol. Amennyiben még nős, előfordulhat, hogy ez a torony a válásra utal. Amikor érzelmekről van szó, akkor a torony azt jelenti, hogy fogva érezzük magunkat, és keresünk egy kiútat. Ő segít most nektek, mert a másik kártyák nagyon szépek, a szerencse van itt, ez a tisztító hatás, és ő segít nektek, és találtok egy kiútat. A középső kártya az egy lelki üzenet. Szabadítsd fel a kreatív energiát, ennek az áramlását kell, hogy érezd, és használd fel az életedhez. Én ezt inkább úgy magyaráznám el, tedd túl magadat a félelmeken, bízz abban, hogy jóra fordul minden, és ez kihat az életedre. Ez kell, hogy adja számodra a belső erőt. Ez volt a lelki üzenet, de nekem is van üzenetem. A mai napon megkapjátok az ingyenes hírlapot. Aki még erre nem jelentkezett fel, megteheti. Az e-mail címem newsletter@dendera-susanna-medici.com. Nagyon érdekes témát választottam most így december hónapra. Minden hírlapnál van kedvezményes jóslás. Itt szeretném megemlíteni, hogy rengetegen jósoltatnak velem a német nyelvű területen is. Sokan ezeket a kedvezményes jóslásokat kedvelik. Tudom, hogy van várakozási idő, de kérem türelmeteket. Én minden e-mailt meg szoktam válaszolni, de gyakran az idő hiánya miatt ez is késlekedik. Kérem türelmeteket,
az e-maileket is meg fogom válaszolni. Amit még szeretnék közölni, hogy a Facebookon van két oldalam. Az egyik Dendera Medici, a másik pedig Dendera Susanna Medici. Az utóbbiban naponta leírom, hogy mi várható a napokban a maja naptár szerint. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Az mindig 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. És mindig, ha indul egy új hét, egy új rezgés, erről is beszámolok ott a Facebook oldalon. Vagy, ha egy égi kapu nyílik, arról is fogok valamit írni. És a mai napon beszámoltam a mai teli holdról, ami nem csak a mai napon hat, hanem hat új holdig, tehát december 13-áig én ezt a teli hold horoszkópot megnéztem, és a Facebook oldalon leírtam mind azt, ami várható december 13-áig. Ami még érdekes ennél a teli holdnál, ennél a mai teli holdnál, hogy van egy fél finsternisz. És finszterniszeknél mindig kármikus témáink vannak. Erről is beszámoltam a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici, ott találjátok meg. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!